Szent Mária Szűzleján Jézus anyja, nyugások között, jászolni csillagkíséretében, Pilátus előtt marokkó feszületszeggel, arcodról szokott fénybe állott. Egyszer magam, egyszer magam. Mint Jézus a kereszten. Mondtam a lelkem kérve bocsájtást házadban, tönyörű rajtam Jézus anyja, sugaraitta a Krisztusnek, add rám áldásodat. Amikor én annak idején a Bibliát kezdtem fordítani, 60 ember éppen ebben a házban, és József mondja előtt, hogy igazán nem a Isten hit vezérelt engem, hanem az, hogy tudod, hogy tudtam, hogy a cigányok vallásos emberek. Nem is vallásosak, hanem hisznek. Ezt a hitet kell kihasználni. Ezt a hitet kell kihasználni arra, hogy a beilleszkedés, felzárkózás Európához című elképzelésünk bekövetkezhessék. Most ezért kezdtem én a Bibliát, egyházi, vallási életeket, írásokat fordítani, mert ma is meg vagyok győződve erről, hogy nincs más kívül. Csak ha azokat az értékeket átveszi a cigányság, amely európai érték is. Nem eladva, nem elfelejtve a saját értékeket, hanem beépítve az európai, a mi esetünkben elsősorban nyilván, a magyar kultúrában. És akkor most hallgassuk meg Márk Gusztávnak a ez alkalomra választott műveit. Miért hinnél a ravasz tigri simogató szemének? Maga a léteg inkos szándék, ígérete, mint árnyék, engedelmeséget kíván, és fizetséget mindenért. Menj vissza a tiéd közé, a pikacsok otthonába, csobogó patakok üzéhez, az erdő oltalmába, ahonnan ekkor mi is, a világ fontalan népe eljöttünk, bízva abban, hogy hazára lelünk. Orró őzreány, csapta vár itt rád, láncszavert szabadság és örök alattasság. Menekülj a városok kapui, áramhálók védi és halált hozó fegyverek. Hajlongó szél szólt, ahol csendjén a ház. Házam a tátongó nyílás, csak szürkülő tér, a hosszan eltöltött éjség jegyei. Csak ez az ártatlan havazás hív. Csak ez a méla, hangtalan ritmus, csak ez az ima. Hajnalok havasán át, ahol a szavak szelleme moccan, álom és ébrenlét között egy hangtalan beszéd labirintusa. Valaki virraszt ma velem. Valaki ismétli lélegzetem a csendben, ahogy egy bármerre út van bennem, belőlem árad, valami üldöz és hív. Ki tudja hányadik ház, ami a házam, ki tudja hányadik én, hányadik nem lét közelegi a szavak közepén.